Önbíráskodó és fenyegetőző magyar és csecsen kopaszok járkálnak háborítatlan Budapest utcáin, miközben egy festékdobálásért sok száz óra közérdekű munkára ítélnek, és akár garázdának is minősítenek civil aktivistákat. A kormánypárti politikusok bagatelizálni próbálják a csecsen férfi kéretlen fellépését, és súlyos garázdaságnak tartják a civilek tiltakozását. Az ellenzék pedig azonnal berendelné az orosz nagykövetet a Magomed ügyben. Mennyire rugalmasak a garázdaságra vonatkozó szabályok, és vajon használhatja a hatalom a törvényeket a civilek vegzálására? Matlák Gábor és Gaudnél Tamás a vendégem, jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Hát most azért egy új elem itt a politikai tiltakozó akciók utáni történésben, nem az, hogy egyszer csak hazáig követnek a rendőrök és elvisznek otthonról, hanem másnap felhív egy csecsen fiatalember, és azt mondja, őt felháborította az, ami történt, politikai véleménynyilvánítás címszó alatt. Önök szerint ez mennyire félelmetes? Itt a politikusok lehet, hogy kicsit túl hangsúlyozzák ennek félelmetes mi voltját? Azért szerintem nem kéne eltúlozni ennek a jelenségnek a valós tartalmát, hiszen itt azért ennyire még nem durultak az események. Én még nagyon jól emlékszem jogvédőként 2002 és 10 közötti ügyekben, amikor eljártunk és ütköztünk számos szabadságjogi ügyben a tömeges jogtiprások ellen, én komoly, nagyon kemény fenyegetéseket kaptam rendőröktől, hogy bizony nézzem meg, hogy amikor hazafelé menjek, akkor éppen hányan is rendőrök fenyegették őt. Így van, kaptam nagyon keményen ilyeneket. Nem jó ez, nem jó jelenség. Nyilván ezt jogvédőként, jogászként, magyar emberként azt kell mondanom, hogy pláne egy külföldi beszól nekünk, és különösen a szovjet emlékmű ügyében, amelynek semmi keresni valóan nincs a szabadságtéren, ez egy régi törekvése a magyar embereknek, hogy szerezze vissza az arculatát ez a terület, ez a tér, hiszen ez a magyar szabadságról szól, és a megszállás obeliszkén semmi keresni valóan nincs. A tiltakozás nem az emlékmű miatt volt, tehát nem azért, mit keres a szabadságtéren, és miért is szökőkút. Teljesen mindegy. Én azt gondolom, hogy ez egy vörös vonal. Tehát az, hogy Putyin ide küldi a csecseneit, most mindegy, hogy nem ő intézkedett személyesen, hanem egy követségi FSB referens intézkedett, ez olyasmi, amivel a magyar belpolitikában eddig nem kellett számolni. Tehát az, hogy téged jogvédőként, vagy nem tudom miként, milyen atrocitások értek, én ezt nem akarom lekicsinyelni természetesen, de az magyarok részéről ért, magyar állampolgárok részéről, akik ugyanazokban az iskolákban jártak, ugyanott érettségiztek, ez pedig egy teljesen más politikai kultúra. Tehát ez nagyon ironikus, ez hogy politikai kultúra? A csecseneknél? Hogyne? Persze, nyilván, hát ez nyilván, számos példa. De azért ezt tegyük hozzá, hogy mi, amikor nagyon sokat dolgoztunk már 2006 környékén is azon, hogy a szovjet emlékmű elkerüljön onnét, nagyon komoly jelzéseket kaptunk az orosz oldalról, hogy igazából ők is nyitottak lennének ennek az emlékmű elhelyezésére. Tehát én azért ezt nem osztom, ezt az egész elméletet, hogy Putyin ide küldött egy csecsent, hogy megvédje a szovjet emlékmű. De nem erről szólt ez a tiltakozás sem, hogy rossz helyen van az emlékmű. Az Orbán kormány orosz kapcsolatáról szólt a tiltakozás, Moszkva barátságról, Putyin-Orbán barátságról, és ennek lett most festékes áldozata az emlékmű, de nem az volt a célja, de majd holnap jön a tiltakozás. Lemosható részfesték, igen, ezt hozzá kell tennem. Rossz helyen van az emlékmű. Tehát ez megint egy más kérdés, persze, hogy az emlékmű. Azzal egyetértek, hogy a fenyegetés, a személy elleni erőszakos következmény kilátásba helyezése, és az ilyen jellegű agresszív akciók, azok nem férnek vele. De egészen hallatlan, hogy a Facebookon ezt írja valaki, már bocsáss meg, hogy a szabadba vágtam, de egészen hallatlan, hogy azzal kell valakinek a saját véleménye miatt Magyarországon egy magyar állampolgárnak szembenéznie, hogy a családjával fenyegetik, hogy azt írja valaki a Facebookon, hogy meg fogjuk ezeket nyomorítani, és fölvesszük videóra, hogy a többinek elmenjen a kedve, hogy akaszgatni kellene az orosz ellenes hangadókat Magyarországon. Ezek... 2006-ban a Kossuth téren nem ugyanilyen szlogenek, táblák, jelmondatok hangzottak el? Mármint, mire gondolsz, szerkesztőasszony, hogy... A tiltakozás a közepette. Hát, így akasztás, van, és akkor mi történt? Lámpavas. Hát és mi történt? De nem az állam részéről, de az állam szervezett erőszak hullám indult el. Hát miről beszélünk? Tehát hogy ezt most sem az állam... interpretáljuk a 2006-ot. De most se az állam részéről, reményeim szerint, hát én azt történtek gondolom, ezek a kijelentések a Facebookon. A másik probléma az ezzel, hogy reagál erre a hatalom. Tehát az, hogy az egyik fideszes képviselő azt mondja, hogy kérem szépen a bicikli lopásokkal sem foglalkozik a Nemzetbiztonsági Bizottság, ez az, ami egészen hallatlan az egészben. Tehát ugye az a kormány, amelyik végighaknizza azzal Magyarországot 2016-ban, hogy idejönnek az idegen kultúrájú muzulmánok, és a saját politikai kultúrájuk alapján beleszólnak a mi
életünkbe és a mi viszonyaink közé, azok most találkoznak egy ilyen példával. Ide jött valaki, történetesen muzulmán, de ennek komoly jelentősége nincsen, és a saját politikai kultúráját hozza ide. Ugye az Oroszországban az újságírókat, a nem kívánatos politikusok, hát csecsenekkel öletik meg. Igen, de ahol véletlen van szemtanú, vagy valamilyen nyom, azok mindig valahogy a csecsenekhez vezetnek. Tehát ők azok, akik ezt a piszkos munkát elvégzik a hatalomnak. Én azt gondolom, hogy teljesen nyilvánvaló, hogy ez az ember nem saját maga háborodott föl, és úgy gondolta, akkor mi nem akkor háborodott föl, amikor a Novák Elődék akarták az emlékművet, mi nem őt fenyegette meg. Tehát itt most én azt gondolom, hogy ez politikai utasításra történt. Azt mondta, hogy Robin Hood is mindenkit nem tud megkeresni. Hát az ő válogatott. Azért azt lássuk világosan, hogy a személyes biztonsághoz való jog és a jogállami elvek érvényesülése, ez mindenkit megillet. A szabadságok gyakorlása, tehát itt én azért az ellen a kettős mérce ellen kell, hogy szót emeljek, ami azért megnyilvánul pont éppen, akár itt szerkesztő asszony részéről is, hát Novák Elődék, vagy 2006-ban ott, hát ugye ott milyen akasztófázások történtek, tehát bocsánat, mi történt akkor azért? Hát az, hogy gyakorlatilag vannak olyan emberek, akik ha mondjuk hazafiasság kötelezettséggel vesznek részt akcióba, tüntetésekbe, azok folyamatosan csőcselékezve voltak, olyan erőszakos garázda tömegként tűntek föl a hivatalos médiában, hát most ugye nem akarom tényleg itt említeni annak Gulyás a tévéstúdiónak a nevét. Sőt, el is most is arról beszélünk, arról kell beszélnünk, még a szótelnékből egy mondatnál azért maradjunk, hogy ennek az emlékműnek ott valóban semmi hely nincs, és azért sokkal súlyosabb büntetéseket szabtak ki. Hát azért korábban, 2010 előtti időszakban én rengeteg embert védtem, akik több százezer forintos rongálásos pénzbüntetést kaptak, vagy közmunkát kaptak. Nem, bocsánat, Budázi György félmilliós pénzbüntetést kapott ugye a lefeszítésért. Ugye a lefeszítésért, az a dolog ellen. A békés tiltakozás útjait egyébként rengetegen végigjárták, civil mozgalom indult, aláírásokat gyűjtöttek, és még Rogán Antal ígérte meg annak idején, hogy elbontja az emlékünket, aztán szépen újraépítették. Furcsa ez az ország, egy biztos, hogy a közös nevezőt abban szerintem meg tudjuk találni, hogy azért a szuverenitásunk veszélyeztetése, tehát akár egy emlékmű szimbólum, egy megtaposó szimbólum, a több százezer magyar ember halála, megerőszakolt nők, elpusztított ország, és nem évtized évszállás emléke, semmi helye nincs ott a szabadságtéren, viszont annak sincs helye, hogy magyar polgárokat akár külföldi kormány megbízásából fenyegessenek, vagy pedig akár magánszemélyek bevigyék az erőszakot. Párhuzam 2006 és a jelen időszakon között ugye úgy merült fel, tehát semmiféle kettős mércét nem érzek én a saját kijelentéseim mögött, és én nem érzem, akkor feltételezhetően a saját szándékom megfogalmazása is megtörtént már, tehát hogy a saját gondolataimat mondtam, hogy említette ügyvéd úr, hogy itten a Facebookon, ebben a bizonyos zárt csoportban, amikor az aktivisták megfenyegették, tényleg borzalmakat írtak le, hogy videóra venni, megnyomorítani, lássa az összes többi, nem tudom, tehát hogy ilyen iszonyú durva kijelentések. Erre mondtam azt, hogy az iszonyú durva kijelentések, azok 2006-ban ott a Kossuth téren is elhangzottak, lámpavasra felhúzni, hát ezt meg... Kossuth téren erről szólt, azért szerkesztő azt mondja, de nem mondjuk ezt, tehát Kossuth tér az arról szólt, könyörgöm, hát azért a Kossuth teret ne mossuk össze, úgymond a erőszakkal. Hát a Kossuth tér az pont egy békés tiltakozási hullám, amiben rendőrségi erőszak torkolt be, hát, átadom, amelyeket elhoztam itt a 2006-os jelentésünket. Szerkesztőasszonynak ünnepélyes, nem, ez a mi nemzeti jogról szolgáltunk jelentése. Szerkesztőasszonynak is egy példány, kedves kollégának. Kereskedelmi forgalomban kapható? Ez csak szűk körben hozzáférhető. Tehát nem keresel, jó, mert termék megjelenítés. Nem, az a termék megjelenítés. Majd jogvédelmet biztosítok itt a... Mindenképpen a média hatóság előtt szeretném a jogvédelmet. A lényeg az egyébként tartalmilag lássuk a dolgot. Tehát gyakorlatilag rendszer szinten történő szabadsági jog elnyomás elfogadhatatlan. És azért ezt mondjuk, tehát ne kerülgessük már forrókását, azért az a legnagyobb probléma szerintem a magyar szabadságjog gyakorlásnak jelenleg, hogy nem vonták felelősségre azokat, akik viszont nem csak annyit csináltak, hogy előállítottak egy embert, aki festékkel megkívánta dobni a köztársasági elnöki palotát. Nem csak előállították, elítélték bíróságon. Utána, igen, az nem a rendőr ítélte el, hanem ugye a bíróság első fokon van ugye az ügy. És az a probléma, hogy itt tömegesen olyan erőszak szervezetként működött a rendőrség, ahol önkényes letartóztatások, megverések, szemkilövések, csonttörések és több száz olyan durva jogsértés volt, ami nem, tehát Gergény Péter jogerősen 400 000 forint pénzbüntetést kapott mindazért az erőszakért, ami tombolt Budapest utcáin. Néhány kis rendőrt elítéltek,
Engem egy súlyosabb pénzbüntetése ítéltek első fokon egy ügyész, 2006-os ügyész kritizálása miatt, mint Gergényi Pétert. A szabadság joggyakorlásába nekem nem tartozik bele a lámpavas emlegetése se, meg a Facebookon videóra veszük, hogy nyomorítjuk meg, tehát hogy egyik sem. És a kiindulás, hogy most ki mi ellen tiltakozik, még az sem érdekel. Nincs szent ügy, melynek érdekében én lámpavasra felhúzhatok legalább gondolatban valakit. Nincs olyan ügy. Ezért hoztam szóba a kettőt, a brutalitást, a kommunikációban való megjelenítését annak, hogy hogyan írtok ki valaki. Nincs ilyen, elfogadhatatlan, csírájában elfogadhatatlan. Hát legalábbis a magyar politikai kultúrától én azt gondolom, hogy ez idegen, és hát idegen kellene, idegen, hogy legyen. Idegen. Egy biztos, hogy még egyszer visszatérve, azért a 2006 őszi Kossuth téri tiltakozások rendszerváltó célúak voltak, hiszen akkor sincs egy... Akkor sem lámpavas. Akkor sem lámpavas. Nem tudom, hogy kell ezt elmondani tízszer. Hát egyszerűen nyilvánvaló volt, hogy lebukott a rendszer, hazugsággal szerezte meg a hatalmát, és elindult egy népmozgalom, amit utána rendi előszakkal kívántak megtörölni. Napi szinten, hogy igen, és akarok ebben egy mondod, ugye, hogy csoportot próbálnak képezni, ugye a mostani két fő, ugye, aki gyanúsításra került, és ugye 2006-ban ugyanezt a forgatókönyvet tapasztaltuk, tehát jogvédőként azt tudom megerősíteni, és pont ezt akartam mondani, hogy elmaradt az elszámoltatás, elmaradt azoknak a személynek a felelőssége vonása, akik rendszer szinten tudtak üzemeltetni, akár ügyészségi, bírósági, rendőrségi szinten egy elnyomást, és előbújhatnak ilyen jelenségek, és jelentkeznek ilyen jelenségek, és ez nem feltétlenül azért van, mert valaki legföntről azt mondja, hogy most ezt csináljuk így, hanem egyszerűen következmények nélkül tud maradni. Igazodnak, és most gondolom. Tehát nézzük a 2000-et. Én azt gondolom, hogy most én nem a 2006-tal vonnék párhuzamot, én 1988-ra vennék vissza. Tehát én azt gondolom, hogy az, hogy a tüntetés, és általában szólásszabadság gyakorlása, szólásszabadság gyülekezési jog gyakorlása, az a büntető jog eszközeivel van korlátozva, ez tipikusan a kádári gyakorlat. Tehát 1986-ban, 7-ben a honvédelmi napon lejöttek hozzánk a gimnáziumba valakik, és elmagyarázták azt, megfelelő fejtágító elvtársak, hogy nem szabad elmenni ezekre a... Nem szabad bedőlni, hogy március 15-én mi majd azt mondunk, amit akarunk, meg belekeveredni mindenbe. Ugyanaz, hogy egy pártrendszer történnél kialakult, ezek a sok hülyeség, így van, de nem ez a lényeg, hanem... És akkor megkérdezte valaki, hogy ugyan miért. És akkor elmondta illetékes elvtárs, hogy ez garázdaság, hiszen sérti általában az állampolgárok nyugalmát, meg felháborítja őket, szóval az én ostobaságokat. Hát ezt valósítottam el Gulyás Márton a sárga. Na most pontosan azt mondom, hogy nekem ilyen érzésem volt, amikor nem is először, ugye, mert volt a táblás, ugye a Gulyás Marcinak, amit szintén én védtem, én pontosan ezt látom, hogy ugyan ez a fajta logika érvényesül. Hogy azért, mert az illetékes elvtársat felháborítja, ebből nyilvánvalóan az következik, hogy számára objektíven az egész társadalmat felháborítja. És hogyha beszélünk egy kicsit tényleg ezekről a Gulyás Márton féle ügyről. Bocsánat, de annál is inkább beszéljünk arról, mert hogy a 2016. február 23-án a Nemzeti Választási Irodánál történt eseményeknek ma egy olyan fordulópontja van, hogy az átlátszó.hu-n ugye megjelent bírósági iratokra hivatkozó, hogy milyen bűn lajstromai vannak ezeknek a kopasz fiatal embereknek. Na most ennek az ügynek mind a mai napig egyetlen egy elítéltje van, Gulyás Márton, aki tiltakozásul azt a táblát leszette. Tehát az ma Magyarországon nem bűncselekmény, egy parlamenti képviselőt egy népszavazás kezdeményezésében megakadályoznak. Igen, mert tényleg ügyvédként ez mit szólnak? Az volt a megszüntető határozat, itt volt Nyakó István, és ő mondta, annak az indoka, hogy a választói joggyakorlása, és tehát a jogainak a gyakorlásában való megakadályozás, ami a kúria ki is mondott, az azért nem állt helyt, mert hogy csak a választás lehet a sértett magánszemély, nem. És az hogy lehet sértett a választás? Hát ugye erre való... Igen, itt más a sértett és más a védett jogi tárgy, tehát annyiban formájogilag... Sértett a választás rendje. Hát formájogilag abban igazunk, abban viszont nem, hogy nyilván ez a közrendet és a társadalmi rendet igazán veszélyezteti, hogyha valóban ilyen jellegű joggal való visszaélés valósul meg, kiveten választás jog gyakorlással kapcsolatban. Erre lenne jó az ügyesség, hogy ilyenkor képviselje a vádat, tehát ez már egy szégyen. Bocsánat, de igen, ne legyen szelektív a jogalkotás.
az már egy szégyen, hogy ezt az ügyet magánváddal kell továbbvinni, vagy kellett továbbvinni. Erre lenne való az ügyészség, hogy ezt a helyzetet kezelje. A rendőrség, az ügyészség, és akkor a bíróság elé nem úgy kerül. Ez saját hatás nem indult semmilyen eljárás az nemzeti választási irodában. Hát ez a Gulyás Márton ellen indult eljárás csak. Tehát ez az érdekes. Csak ugye összevetve a mostani eljárással, ugye ott még a bíró abba az egy dologba kapaszkodott, mert ugye itt nagyon érdekes dolgok történtek ebben az eljárásban, ugye feltalálta a bíróság a dolog elleni erőszakot úgy, hogy kár nem keletkezik a dologban. Csak a szándék irányult, ugye? Nem, ő befejezett bűncselekményért van elítélve első fokon a Marci. Tehát ez az a tipikus eset, hogyha nem aludt volna el a kocsmában, akkor ő is szidalmazta volna Rákosi elvtársát, mert olyan ember. Ezért ez befejezett bűncselekmény. Igen, tehát ugye ők megrongálták együtt a Sándor palotát, a Sándor palotában nem keletkezett kár, a látványát rongálták meg a Sándor palotának. Ez különösen, az, hogy... Igen, én csak néztem a bíróság szóbeli indoklásánál, ugye volt egy pillanat, nem tudom, tetszik-e emlékezni, amikor kivonult az egész hallgatóság a teremből. Igen? Ez akkor volt, amikor a bíró azt fejtegette éppen, hogy este 23 óra 7-kor, amikor az esemény bekövetkezett, a turisták láthatták a Sándor palotát, és hogy ez micsoda kirívó dolog, hogy egy ilyen világörökségi épületet, műemléképületet beszennyeznek sárga festékkel, de és ugye látványában. Na most igen, az egy másik dolog, hogy a Marcinak nem is sikerült eldobni addig, mert három rendőr ráugrott. Az egy részletkérdés, ezzel már nem, ilyeneken már nem is akadok fönn. Tehát ez is egy érdekes dolog, hogy ugye a csoportos garázdaság, ami ugye három emberes, itt két ember követte el, a csoportos garázdaság keretében nem vizsgálják egyenként a cselekvőségét, holott itt lehet vizsgálni, tehát a csoportos garázdaságnál általában azért nem vizsgálják, mert nincsen bizonyíték, de itt volt egy videófelvétel. Pontosan látszott, hogy mit csinálta Varga Gergő, mit csinálta Gulyás Márton, továbbá kihallgattunk hat rendőrt, ugye ettől húzódott el az egész 8 órán át, és mind a hat rendőr elmondta, hogy a Gulyás Mártonnak nem sikerült eldobni a palackot, mert rögtön ők nagyszerűen ráugrottak, közben lettek festékesek. Hol van itt a beszennyezett Sándor palota Gulyás Márton részéről? Hol van itt a kár? Hol van itt a dolog elleni erőszak? Hát a szándék, nem? De nem a szándékért ítélik el, igen, hanem itt megint csak arra befejezett bűncselekményére. Szerintem Gondolin Tamásodnak is volt számtalan erőgye, amikor igen, rengeteg erőgyünk volt, és azért ez a jelenség, még egyszer mondom, a jelenséggel van a probléma. Amikor én képviselő voltam, akkor azt próbáltam elérni, hogy például a bírói kar is tisztuljon meg az olyan bíróktól, akik részt vettek az ilyen jellegű politikai jellegűnek tűnő ítélkezésekben, ahol akár ügyészek is, hát tömegesen olyan ügyekben emeltek vádakat, olyanok miatt, hát ha a véleményvetési szabadságnál vagyunk, a Budázi Györgyöt, alkotmányos rend erőszakos megváltoztatás előkészülete miatt húzolták meg hosszú évig tartó eljárások alatt, amikor gyakorlatilag írásokat tett közé arról, hogy hogyan kellene másként felépíteni, alulról építeni ezt a rendszert, és demokratikussá tenni, és a többi. Tehát, jól emlékszem, ott a vádban az szerepelt azért, hogy ő gyújtogatásra buzdított. De hát mindenki nem is volt, mindig találnak valami, úgymond markánsnak tűnő rész, persze. Tehát mindig a megbélyegzéssel dolgoznak, és tehát vannak határt feszegető emberek és szervezetek, ezek a határt feszegetők egyébként jót tesznek összességében a rendszernek, nyilván visszaélni nem lehet a joggal, de vannak határterületek, ahol a jogállamban arról ismerszik meg a jogállam, hogy az erre létrehozott szervek, a rendőrség, ügyészség, bíróság nem a politikai elvárások szerint teljesít, nem arról van szó, hogy eltűrik. Például azok a tüntetés hullámok, amelyek 2010 óta zajlanak, de most pláne felerősödnek, azért azt mondjuk ki, hogy hát ezeknek a kezelése azért rengeteget változott, tehát itt még azt lehet mondani, hogy akár még sokkal több is le tud zajlani, mint a bejelentések szerinti tartalma ezeknek a tüntetéseknek. 10 előtt ugye ezeket 40 esetet írtunk le ugye a jelentésemben, amit az összes bizottság elfogadott, Amerikai Bizottság, ahol ugye erőszakkal osztottak fel tüntetéseket, lefújtak minket, megkurcoltak rengeteg embert, tehát ez a gyakorlat változott. Ez a tüntetők védelemben, hagyd mondjam azt, hogy ezért 2010 óta a tüntetők jellege is megváltozott, tehát azért most arról szó sincsen, hogy rendőröket megtámadnak, megdobálnak, lehet, hogy a kormánypárti média ezeket hasonlítja, hát, de nem így van. Hát azért látszik, hogy azért sokkal kisebb rád, elmondom a konkrét ügyet. Arra már négy konkrét ügyet nem mondja le. 2008. szeptemberében a szovjet emlékműnél ugye cipőket kívántak elhelyezni emberek, az egyik idősebb tüntető eltalált rendőrt a cipőből. A hivatalos személyelni erőszak miatt lett eljárás alá vonva, de most nem találnak rendőrt, sokkal súlyosabb ítéleteket szabtak ki. Jelenleg nem találnak. A jogállamiság elve azt kívánja meg, hogy kettős mérce nélkül
azonos elvek mentén alkalmazzák a jogot. Tudod-e azt, hogy például a Varga Gergőt meg akarták kínálni hatóság elleni erőszakkal ebben az ügyben, csak egy rendőrt se tudtak rábeszélni arra, hogy vallja azt, hogy őt akarta hogy megdobni. Ezért fontos, hogy tisztességes, lelkismertes. Mert a rendőr, mikor elvett a festéket, kiborult a festék, és gyakorlatilag az már lehet, az is, hogy szándékosan borult ki a festék, szóval festik a hibás. Jogi eseteket majd adás után folytathatják. Köszönöm szépen, hogy itt voltak, és elfogadták a meghívásunkat. Azonnal kezdődik a főszerkesztő klubja, mert hogy hétfő van, Bodac Balázs várja ezúttal önöket. Szervusz, és fogadjunk, hogy ti is csecseneztek. Nyertél, Olga. Egyébként én hallgattam volna még ezt a beszélgetést, de hát az adásidő az már csak ilyen lejár. Magomed Dasajeva csecsen vodka kereskedő Newsroom című műsorunkban Szőlősi Györgyi kolléganom kérdésére válaszolva bocsánatot kért Komáromi Gergőtől, de továbbra is fenntartja, hogy jogos sérelem vezette, amikor a Rasta aktivistától ő maga várt el bocsánatkérést a szovjet emlékmű megdobálása miatt. Emellett beszélgetünk a hétvégi fővárosi időközi választások tanulságairól, ha vannak, a francia elnök választás első fordulójáról, illetve arról is, hogy a kormánypárti sajtóban hol névvel, hol név nélkül, de egyre több támadó vagy éppen lenéző, lejárató cikk jelenik meg azon szerkesztőségekről, amelyek a polgári Magyarország eszméjét nem puszta politikai terméknek, hanem valódi elérendő célnak tekintik, meg aztán feszegetjük azt is, hogy mit jelent a sajtó számára az, hogy független. Ennyi, 9 órától folytatjuk, Olga. Köszönöm szépen még egyszer a figyelmet, találkozunk holnap este, addig is ne felejtjék csak egyenesen, viszontlátásra. We'll be right back.